Üdvözlök mindenkit! A mai videóban ismét egy fantasztikus hőssel idézőjelek között fogunk foglalkozni, Fireflower Eagle Eye-ról. Az ő képesség a Parting Gift, a Phase Shift tűzjátékot, hogy maga után 9 damage-rel másodpercenként. Tehát rettenetesen szar igazából. A Shifting Gears-t raktam be, hogy tudjunk többet Phase Shift-elni igazából. No. 6 enemy, egy charge-ot ad igazából. Még egyen megneveli a charge-unkat, azért minél több Outlander próbáltam berakni, hogy az nagyobb legyen, az Shifting Gears. Egyébként ő adja a Shifting Gears-t, Face Scout Jazz. Fuel for the Fallen, ez kell, hogy tudjunk energiát visszatölteni, Face Siphon, egy kis healing, és amellett Outlander. És Static Cling, ez egy elég jó, mert a Shock Tower Affliction fog adni, és az 50% damage-et fog minden 3 másodpercenként, tehát igazából 150% damage-et tudunk bele kihozni. Ő igazából Event People is. Springtime. Hát nem itt van. Chinese New Year. Igen, itt van. Tehát voucher kell, de nem éri meg. Igazából. Hát igazából innen most és nagyon akit kivenni egyik sem éri meg különösebben. Jó, még bukunk se jó, nem tudom. Innen senki se különösebben jó. Na mindegy. Akkor indulhat. Hát most már nem volt nagy szerencsém hősökkel. Ez is nem tudom. Semmi jó hős nem volt, és köszönöm. Hogy hívták? Field Agent, jó, szar volt. Jó, azzal jött Fallen Love Ranger, az közepes. Nem is tudom. Nem tudom, hogy mi volt pontosan, de nem. Hát nem tudom, 5 videó alatt 3-1-est kiosztottam, és nagy a gyanúm, hogy ez se lesz túl jó. Majd biztos benne 1-est fog érdemelni, de na, lássuk, belépünk. Nem is tudom, milyen elementje van a robbanásnak. Tehát melyiken van a phase shift jó. Tehát ennyi igazából. Hát viszonylag ott maradt több ideig, de huskok kimentnek annyi idő alatt. És tudom, hol vannak. Úgy látszik, a társam már mindent elintézett, mielőtt beléptem volna. Jó, nem palaszkodhatok. Hát igen, egy kicsit el van cseszve, ha nem ki lesz, pazaroljon. Na, hol vagytok? Hát egyrészt fizikál. És 2000-eket? 2400. Hát nem mondhatom, hogy le vagyok nyűgözve. Össze-vissza face shiftelek. És így is nem tudom megölni. Hát most itt mondjak. Nem megy. Nem is tudom, ez mi volt. Tehát abszolút rémes. Kisebb szintű missziókban, de annyit nem lehet face shift-elni, hogy megírja. Tehát ez még supportban sem nagyon raknám be. Hát az az egy tower-em többet sebzett, mint a... Haj meg! Ne. Jó, nem haltam meg, még jó. Jó, ezeken végig kell dash-elni, és kapok valamennyi HP-t igazából. Hát ezt most csatában nem nagyon lehet használni, de most mire használná egy damage perket másra? Ez a fő kérdés. Na jó. Kis damage-et is össze kéne szedjek azért. Most átváltok normális. Hát jó, egy-egyet még face shiftelhetek, de látjátok, lófasz se él. Pedig az egész map tele van izével. Rakétákkal. Mondjuk fire element most pont jó lenne, de ugye egyébként... ez elég gyorsan telik. Ja igen, már a killekre kapok. Tehát face shift buildnek, minél több face shifted legyen, ez jó.
De nem damage-elnek ezek a phase shiftes ability-k eleget. Még kell gyűjtsek azért. Egyáltalán kapjak valamire van. Késre jöttem be. Az a helyzet. Hát igen, a Dragon Scorch azért kicsit erősebb. Most futni. Azok ki sem a körbe, olyan kevés HP-ja van. Ja, hát mondjuk az én hibám is nem húztam fel, de annyira... Rémes ez a hős. Hát nem tudom, a Field Agent Rio-nak nem tudom, egyest adtam, akkor ez se érdemel jobban. Szóval a skin az jó. De most nem az a... Nem egy olyan rusnyas, mint például tank, ki tényleg tank build, tank tier, tehát leg... Tehát az... nem tudom. Nem tudom most kinek kiszámít zérónak. Na jó, van nekem azért trükk a tarsajomba. Na jó, ezeket... Ja, csak meg fog halni az előtt. Igen, ezt elcsesztem. Volt hílem. Jó, egy fizikált félig leszedett, de... Na, most... Na azon mérjük, hogy egy fizikált félig le tudok szedni. Egy, tehát egy alap huskod. Na, szóval nagyfiút... Nem tudom már hányat elnyomtam. Meg lehet-e ölni, nem nagyon. Látjátok, alig megy le a HP-ja pedig. Egész augusztus 20-át rá eresztettem. Hát... azt hittem jobb lesz. Láttam ezt a 9 image-et, azt hittem, hogy az több lesz azért. Na, ilyen damage kell, amit ezt tudnám a... Jó. Ó, ez az. Még élek. Minden esetre kinézetre nagyon él, tehát hogy nagyon jó, hogy itt fiziátokat pattogtatod, de ha nincs damage-e, akkor mit lehet vele csinálni? Ez itt a kérdés. Már nincs izé. Revive-om. Ja jó, azt hittem eltűntem. Jó, hát nem vagyok biztos benne, de... Már jobban állok ponttal. Hát a zsavahoz az, hogyha nagyon kevés pontod van, akkor nem fogsz kapni jutalmat. Tök jó maga a képesség. Öt, hát mégis ötlet se rossz, csak túl kicsi a damage. Ha én élvezném, de rettentő kicsi a damage. 4000-et egy izére. Fizikálra. Úgyhogy ez abszolút ez a legjobb helyzet neki, mert annyi face shift-e van, mint a rohadt élet. Látjátok, ez az affliction, amit most kaptok. Megütötte őket, és még utána is ott nyerték be a damage-et. Szegény. És mit tele vagyok, pedig előbb tisztít, vagy nemrég tisztítottam ki az inventory-mat. Ez így rendben lesz. Tényleg most későn jöttem be, és nyilván jobb karaktere van, ezért nem is nagyon tudok versenyezni. De azért az rosszulást a ilyen hősejt végig szenvedte a meccset, és még semmit se kapok. Jó, gyerünk! Na és egy utolsó face shiftek. Ah, már is fogyott az energiám, igen. Hát... nem tudom... Hát ez egyes. Nem tudom. Kisebb misszióban jó, nem tudom. Majd... A leírásban egyébként leszoktam tenni egy hányas, de kicsit meggondolom, és ha arra jutok, hogy jobbat érnek, akkor felemelem szintet a
kapsz értékelést. Na, de minden esetre köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!